Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Kijött tegnap éjjel, pont éjjel az új jailbreak. Ez a 13.5-ös. Nézzük csak meg, általános info. Viszont ami miatt én most ezt le akarom váltani, az az, hogy Wi-Fi-n, ugye VLAN-on keresztül jön a GSM is, és ez még nem tudja, 13-tól tudja. Tehát, hogyha teremgarázsban vagyok, akkor egyszerűen nem csöng a telefonom, de hogyha 13.0-tól már tudja, akkor csöng. Akkor például itt van, 5 darab ikon van rajta. Akár be tudok tenni többet is, de mindegy. Akkor a következő okosság fönt az akkumulátor, fönt az óra, nap, hónap, és azért ezek jó dolgok látni. Akkor mutatok még egyet, lehúzom. Ide be lehet tenni a százalékot is például, de itt van például egy gombnyomásra kikapcsolja, tehát nincs az, hogy visszakapcsolja 24 óra múlva. Ez egyszerűen egy gombnyomásra működik. Azért ez jó dolog, valljuk be őszintén, nem kell bemenni a menübe, kikapcsolni, hanem egy gombnyomásra, és még számtalan esemény van. Ugye nem erre a videóra fog most senki jailbreakbe belekezdeni, mert aki ezt a videót megnézi, az már valószínűleg jailbreakelt, vagy fog, vagy barátkozik a gondolattal, de én ajánlom, mert abból baj nem lehet, max a garanciáját elveszted a készüléknek, de mindenki saját felelősségre jailbreakeljen, ugye, mert a garanciavesztés az alap dolog. Ilyen esetben, hogyha nem tudod visszatenni. Windows gépe van, ugye letölti az iTunes-t, hogyha le van töltve, a legfrissebb verziót felinstalálod, és ami nagyon fontos, ez a Alt nevezetű program, ez egy szerver, ez egy nagyon jó dolog. Ez az IPA-fájt kicsomagolja a gépeden, és nem kell asztali gép hozzá, nem kell hozzá CDA impaktor, mert nagyon sok hibát tud rejteni. Lejárt a Apple ökántot például. Tehát ez nem kell, ez kuka. Egyetlen egy, ez az All Store kell, ez egy nagyon jó dolog, én erre már nagyon rég vártam, és onnantól kezdve, hogy ez fel van telepítve, az iCloud-odból beszívod, vagy feltelepíted konkrétan az IPA-fájt, ezt, amit itt letöltesz. Tehát ezt le kell tölteni a számítógépedre, a számítógépedben bejelentkezel az iCloud-os fiókodba, felmásolod az iCloud-os fiókodba ezt a fájt, és hát megmutatom. Na hát elkezdte telepíteni. Hogy kíváncsi vagyok, hogy fog-e tovább menni. Most még az USB-t keresi. Ha nem indul el, de elindult. Akkor baj van. Akkor ki kell venni UDF módból. Bármikor leállhat, hozzáteszem. Ezért mindenkinek ajánlom, hogy vadonatúj, tehát egy vadonatúj kábel az legyen. Ehhez soha senki nem nyúl. Ez nincs más iPad-be, ennek újnak kell lenni, mert hogyha százszakadásos, akkor itt a félmillás iPad vagy iPhone az kuka. Csomagolta szépen, és már mutatom is, hogy itt már fel is került az internetre a legújabb top 15 applikáció, vagy tweak, vagy alkalmazás, ezt mindenkinek ajánlom, hogy innen töltse föl a legújabb CD-s tweakeket. És ugye, ami tetszik, az tetszik, ami nem, de lehet játszani vele. Közben elindult szépen. Eddig jók vagyunk, mert már 90%-nál jár körülbelül, vagy 95-nél. Úgyhogy most konkrétan a gyárit teszem föl a 12.4-esre, megy a 13.5-ös, úgyhogy
a 12.4-es az ugye ki volt nyitva, hát meglátjuk, mert hogyha DFU módon megy, akkor ki kell venni onnan, hát ezek már ilyen Google keresések, várom, hogy tovább menjen. Hát szépen újra is indult, eddig minden rendben van. Kíváncsi vagyok, hogy bebuttol-e, vagy elkezd majd loopingolni, minden lehet. Sikerült feltelepíteni a legújabb op-rendszert, ugye gyárilag visszaállt minden, és nézzük meg, hogy ténylegesen, tehát itt a 13.5, és ugye erre kijött a jailbreak, ez a nem mindegy, hogy most még tegnap éjjel kiadták, hogy tudunk-e ezen változtatni, ez attól függ, hogy aláírják-e, most még aláírják, de hogyha holnap kijön a 13.6, akkor már nem írják alá. Az Apple nem írja alá, és ezért már nem lehet kijibrékelni, ezért az a fontos, hogy ez az op-rendszer legyen fönt. Kezdődhet akkor a metódus, ezt le kell tölteni, ezt mindenki értelemszerűen letölti, feltelepíti, hogyha fel van telepítve, akkor a taskbarba itt megjelenik ez a kis ikon, balegérgomb, install, és felinstaláljuk a telefonra. Ide be kell írni a Apple ID-tokat, értelemszerűen lehet csinálni egy féket, de nem kötelező bankkártyát tenni mögé, állítólag nem megy ki ez sehova, de az a biztos, hogyha csináltok egy olyat, és abban elindítjátok az installálást. Install, eltűnt most minden. Így igaz. És már fel is töltötte a telefonra. Itt írja, hogy successful. Most bemegyünk a telefonba. Profilokba alul. Megbízható. És ezáltal kész is. És ide került a program. Engedélyezzük. És ez a program most összekötetésben van az iCloud-dal. Ide is be kell jelentkezni. Bejelentkeztem. Egyből lefrissíti önmagát. És mondhatnám azt, hogy bent is vagyok. Ugye a plusz gombbal be is került ide, mert ez az én iCloud-om, tehát fiókom, amit az asztali gépről behúztam ide, azt innen ki tudom olvasni. Magyarán szó, ez egy nagyon nagy dolog, hogy az IP-t ki tudom innen olvasni. Mert olyan, mint a saját Dropboxomban lennék benne, csak ugye ez az iCloud Drive-ot olvassa ki. Ez nagyon nagy előrelépés. Szépen feltelepíti, és onnantól kezdve ez már megvan oldva. Ez egy áttörés. Bekerült ide az alt alá, és innentől kezdve már csak rá kell bökni, és elkezdődik az installálás a programon kívülre. Ez az egész program annyiból jó, hogy az IP-t fel tudja telepíteni. És is került a program, rá kell klikkelni, de mivel nem megbízható, ezért bemegyünk a... és már el is indul. Ennyi. Ez végigmegy, és megjelenik a CD ikon. Indult. És megjelent a CD ikon. És lehet a különböző search-ökbe, hát, vagy inkább úgy mondom, hogy lehet talózni. De innentől kezdve már mindenkinek a fantáziára van bízva, hogy miket installál föl, mert kismillió a lehetőség, ez mind-mind-mind alkalmazás. Ezek a repók, repokat ugye a Google-ből tudtok keresni, illetve a YouTube-ról. Megmutatom, hogy miket csináltam. Ugye ez már 13.5-ös,
és különböző alkalmazások lettek rá feltelepítve. Ugyanúgy nem lehet látni a hátterét az alsó sávnak, és 5 alkalmazás vagy 5 ikon látható. El van távolítva a hombár innen alulról, tehát nincs hombár, felesleges, ugye ezt a mozdulatot már mindenki ismeri, úgyhogy ez felesleges, akkor fölül a százalék, a piros sávban lehet látni, hogy hány százalékos az akkumulátor, ez nagyon-nagyon jó dolog, plusz az akkumulátor mellett ott van az óra, perc, másodperc, naptár, ugye hányadika van. Dual clock, be lehet állítani 2 órát középre, ezt megmutatom, ez nagyon jó. Úgyhogy ha valakinek van egy külföldi cége, akihez kell irányítani, igazítani az időt, akkor ugye megjelenik. És azért ez nem baj, mert használható. Akkor a következő Instalonszer 2 ABC sorrendbe teszi. Be lehet állítani favoritet is, de most ez mindegy. Ezt tudja. Nagyon hasznos, mert nem kell görgetni. Egy másik alkalmazás elérést tesz lehetővé. Tudjuk állítani, hogy mekkora legyen ez a kis bevágás. Úgyhogy ez jó. Ez a Quick All, ez nagyon jó. Felnyom, és ott megjelent egy kis bezár, és mindent bezárt egyszerre. Úgyhogy jelen pillanatban ennyi a jailbreak. Rengeteg kis app van hozzá, és rengeteg kis tweak. Nem minden esetben a tweakek miatt kell ki jailbreakelni a készüléket, mert ugye aláírással már fel lehet telepíteni profil mögött, viszont vannak olyan appok, amik egyelőre nincsenek így megcsinálva. A Sifonon olvastam erről egy cikket. Hát akinek megvan a program, ugye IPA-ba, az fel tudja telepíteni most már. Hát amennyiben tetszett a videóm, lájkoljátok. Köszönöm a figyelmet. Nem akartam elhúzni 10 percnél hosszabbra, de így sikerült. Kérdésetek van, nyugodtan írjatok, és amiben tudok, segítek. Az akkumulátor az nagyon jó, az nagyon jól bírja, mivel egész nap be volt kapcsolva, és még csak 41%-on van. Nagyon jó, a 13.5-ös akkumulátorban nagyon jó. Sziasztok!